Ez itt az új műsorunk, a Gonosz Swift. A műsor lényege az az, hogy időre kell teljesíteni ezt a pályát, amit mi itt kiraktunk, de van benne egy trükk. Meg van fordítva a kormányzás. Viszont az általunk meghívott versenyzők ezt nem tudják. Itt a rajtnál úgy ülnek bele, hogy ez csak egy normális régi Swift. Úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot. Érdemes lesz. A Gonosz Swift következő vendége. MH Vlog Tomi, eszméletlen crossover epizód, nagyon szépen köszönöm, hogy el tudtál jönni. Azt tudni kell, hogy Tomi ma egy sajtóút miatt Barcelonába repül, de mondta, hogy hát csak délután 2-kor megy a gépe, úgyhogy ha találunk egy korai időpontot, akkor el tud jönni. Úgyhogy ez a jó ember beült a Citroënjébe, és reggel 5-kor elindultál, hogy ide ér hozzám 9-re. És a nap hőse. És nagyon köszönjük, pont hogy itt vagy. Gondolkodtam, hogy kijön-e a Citroënes epizód, amire ez kimegy, de szerintem talán kijön. Ki fog menni, mert... Ha nem, akkor meg itt lesz a spoiler. Kénytelenek vagyunk sorban haladni, mert hogy ugye egymásra épülnek az időeredmények, aha, és azt mindig meg is tárgyaljuk. Az jó. Te kezdjük is talán ezzel, hogy itt azért vannak mindenféle időeredmények, besületes Nepper, Ványi Pista, Hán András, Pumpert Gabó. Illusztris társaságba kerültem bele, úgyhogy... Kinek az időeredményét? A nyomás nagy. Kinek az időeredményét szeretnéd elérni? Hát... Nem akarok teljesen utolsó lenni, egy ilyen kellemes középmezőnnyel kiegyeznék, aztán akkor... meglátjuk, hogy mennyire lendülünk bele, és mennyi marad a Swiftből. Nézd, a legvadabb idő az a 0.48 Nagy Norvinál, a másik vége az 1.39 100 Marci, hogy akkor te egy ilyen 1.05 környéke? Akkor, tehát akkor a Horváth András és Becsületes Nepper magassága. Talán. Őket jól lenne megfogni. Úgyhogy meglátjuk, nem tudom. Ő két nagyon különböző tartalomgyártó, és te meg egy nagyon, egy harmadik, még különbözőbb tartalomgyártó vagy. Igen, mert ugye... Szerinted milyen jövője van, milyen keletje van annak a fajta tartalomnak, amit te gyártasz? Tehát az egyedül gyártott, kicsit ilyen videós szakkör hangulatú, de nagyon átélhető, nagyon őszinte tartalmak. Most sokat gondolkozok ezen, mert én ezt szeretem csinálni, meg nem is tudom, hogyan tudnám kiadni ezenből a vágást, meg az ilyesmit, és szerintem egyébként mindig lesz rá kereslet. Ahogy én látom, stabilan van rá, és stabilan egy ilyen, mint egy jó szívó, dízel szépen lassan, nyugodtan, de stabilan emelkedik a dolog, és mindig lesz, aki megnézi, meg ugye az én nem csak autókat csinálok, és nem csak autókkal foglalkozom, nagyon divers módon állok hozzá a videózáshoz, mert ugye eleve a hobbimból indult ki a dolog, és hát szerintem pont ezért mindig lesz valaki, akit esetleg érdekel. Amikor elkezdted, gondoltál arra, hogy el fogsz jutni ideig? Hogy ekkora csatornád lesz, hogy ilyen projekteket fogsz vinni? Nem. Abszolút nem. Tehát igazából, ezt már párszor elmondtam, azért kezdtem el, mert megbuktam matekból egyszer. És, vagyunk ezzel így párom. Igen, az egyetem az kemény volt matek szempontból. És nézegettem a YouTube-ot, mondom, ezt is meg tudom csinálni. Elkezdtem, és nem tudtam megcsinálni. Aztán egyszer csak így véletlenül vettem egy Trabantot. Azt a Trabantot elkezdtem. Bentél megbotlott, ezt ott volt. Igen. Mint ahogy szoktam. És elkezdtem felújítgatni az interneten, ezt így posztolgatni, hogy ezt az a Tesco-s szerszám készlettel, 4 darab itong téglára fölrakva a Trabantot, édesanyámiknak a kertjében. És ez valahogy így... csak így... Ennyi történt. És az ott vagyok itt az interneten. Azt látom, hogy te is szereted halmozni a projekteket. Lehet, hogy van egy félkész, egy harmadkész, egy 10%-kész. Meg még 15, ami nem el se kezdődött, igen. Meg még 15, ami el se kezdődött, de azért, hogyha látsz valami olyat, amit nem lehet otthagyni, akkor azért még abba beleugrasz. Nem gondolkodtál még azon, hogy érdemes lenne egy kicsit racionalizálni, és a végére érni először az igazán súlyos dolgoknak? De. Ez elkezdődött már. Már az előző évben elkezdtem így leépíteni a némi hatósági flottát. Segítsége. A hatósági segítség az hát ebben segített. Erről még beszélünk. De nem így terveztem a flotta leépítés, sajnos, de... Ez egy logikus sztori. Ez egy erős sztori, de hát ez van. Ezt kell szeretni. Aztán már elkezdődött a racionalizás része. Próbáltam arrafelé irányulni, hogy egy rendes amatőr versenyautóféleséget rakjak össze magamnak. Meg így kicsit félre rakosgassam a szerelemprojekteket, meg amik csak úgy lettek, mert túl sok marketplace-t böngésztem. Nagyon veszélyesek. Nagyon durva. És hát igyekszem ezt tartani. Most egyből sikerült, tehát így alakul. Mielőtt kitérünk a Swiftre, mik a távlati tervek? Van esetleg, szeretnéd megtartani ezt a
szólóban otthon a súfniban irányvonalat, vagy szeretnél elindulni ezzel valami professzionálisabb irányba? Igen, az utóbbira. Egyelőre az a terv, hogy most próbálkozok más témákkal, még nem jutottunk el odáig, hogy abból materializálódott valami, de próbálok egyrészt így... Ezt a szót meg kigooglizom. Igen, tehát ezt nehéz kimondani is. Próbálok egy kicsit más irányokba is nyitni, meg hát ugye az volt a terv, hogy ebbe az év már nekem lesz egy ilyen stúdió típusú műhelyem, mint például nektek ez a konténer műhely, csak nekem ugye kívülről úgy néz neki, mint egy pajta. És hát most egy kicsit csúsztak ezek a tervek sajnos jövő évre. Nagyon szeretném, hogyha végre meg lenne a rendes, jól kinéző, jól bevilágított, jól befűthető, megfelelően sík betonpadlóval rendelkező. Nem döngött. Igen. Igen. Nem félsz attól, hogy valami elveszne ennek az egésznek a bájából, hogyha feljebb emeled ezt egy magasabb szintre? Nem, mert nem akarom kiadni a kezemből a vágást. Uh-huh. Tehát próbálom azt tartani, hogy én lehető legtöbb munkafolyamatot kontrolláljam. Nagyon rossz főnök lennék, tehát én ilyen mikromanagelős ember vagyok, szörnyű. Tehát, az van megcsinálva, amit én megcsinálok. Igen, és úgy van jól, ahogy én. Tehát, így van. Hát sokan ismerik ezt az érzést, de az a baj, hogy a feljebb lépésnek bizonyos szinten elengedhetetlen. Meg fogod találni azt az embert, akiben megbízol és érti a gondolataidat szerintem. Szerintem egyébként meg tudom oldani úgy, hogy megmaradjon a bája, egy kicsit legyen a büdzsé magasabb, a minőség valamivel magasabb, mindig lépünk elére egy kicsikét, de hát nem, egyelőre nem úgy látom, hogy ebből egy nagyon sok alkalmazottas nagy produkció lenne bármikor is. Nézd, ettől függetlenül akkor nem ehhez drukkolok, hanem ahhoz drukkolok, hogy olyan legyen, amilyennek szeretnéd. És akkor az ominózus kérdés. 3, 2, 1, rajt! Elszívatsz? Nem. Ja. De most ez... Jó. Ezt mintha elfelejtettek volna... hogy közölni. Figyelj, túl egyszerű lenne a pálya, hogyha nem lenne semmiféle nehezítés. Itt szerintem elférsz, tökéletes. Ha? Célszerű alulról építkezve megközelíteni, inkább lassacskán az elején. Igen. Már értem a poénban, jó, ez így fasza. Nem tudom, hogy mondta-e Anti, de itt a parkolásnál érdemes, hogy minden inkább a jobb oldalára rakott be orra, hogy így azt a felét közelítsd meg ezekhez a gumikhoz minden közelebb, mert úgy lesz helyet tolatni, és amennyire tudsz előre. Az elsőre volt jó. Túltam. Lebizony. Oké. Okay. Az lesz, az nagyon jó. Ezt letoltam szerintem szépen. Itt odébb raktad az egész bújakupaszot, ahogy van. És akkor ugye ez pedig majd balról kerülöd a nagy gumit a végén. És érdemes minden inkább kirakni szélesre, hogy egy évbe tudj fordulni. Mekkora szemetek vagytok azért? Mert hogy miért? Megyek, visszaállítom a pályát. Fura a kormánya, mint hogyha egyik gömbfej nem lenne az igazi. Lóg az egyik gömbfej, de... Szerintem igen. Igen, és lehet, hogy a kerék dőlés is kicsit elmászott a tanulcsapágyon, majd állítani kell. Az a baj, edült hátra, hogy a kerék, aztán így most így össze-vissza megy a kormány. Igen. De nem menne át a műszaki, csak mondom. Igen. Meglepődtem. Igen. De erős volt rajta, azt láttam, és nagyon beletette szíved, lelked. Megrúgtam volna azért, na, csak így egy kicsit olyan fura. Igen. Hogy tetszett? Érdekes volt, de megszokható, csak... Azt néztem, hogy egy-egy belebicsaklás volt, de onnantól, hogy visszafele jöttél, már viszonylag szépen mozgott az autó. Meg lehet szokni, azt mondom, hogy egy kicsit így az elején volt nagyon fura, aztán ott a tolatásnál ott szépen eltoltam dolgokat, de mennyire volt szörnyű az időm? Egy hibád volt? Egy, igen. 1.46.81, hiba nélkül, tehát ez 1.56.81, be is írom ide a hibát. Ezzel nagyon dolgoznom kell. Igen, ugyanakkor
Ugyanakkor ez egy erős kezdés, tehát azért az, olyat már láttunk, hogy az első körben az emberek a 2-2,5 percet nyomják. Itt még azért drámai javulás lesz. Dani, jól egy gondolom, hogy ebből az, igen, említette a sofőr, ebből az 1.46-ból még akár egy alatti idő is lehet. Ebből teljes nyugodtsággal. Tényleg? Így van. Úgyhogy kérlek, állj vissza a rajthoz, aztán kezdjük meg a második kört. 3, 2, 1, rajt! Hoppá. Na ez már... Elkiabáltam, mert éppen kezdtem volna mondani, egy egész jó. Nem, pillanatban összezavarodtam. Igen, itt az elején még... Buha! Trükkös. Nekünk van valami áttétel is ebben, vagy... Csak egy fordító fogaskerékpár. Olyan furcsa, mint hogyha... És akkor minél inkább ki erre a szélére. Ott lesz az, hogyha elő van helyed, akkor szedjed. Merre szedjem? Igen. Úgy, igen, az lesz. Nagyon jó. Mindig arra kell szednem, mert a tárgy van. Így van. Onnan kerüljük? Aha, igen, minél szélesebbre ki. Nagyon jó, király. Na. Majdnem jó volt, csak hány hiba volt ezen? Ott, mintha nem is értem. Megszórtad színes fémmel az erdőt. Ennyi, hát így autóbontás után most már. Nézd, mi történt? Láttam, hogy egy kicsit nagyobb volt a magabiztosság, mint az elején. Pillanatra összezavarodtam, és elfelejtettem, hogy mindig a tárgy felé kell kormányozni. Ez az alapszabály. Igen. Aztán nem. Aztán nem. Inkább szórakoztat, vagy inkább gyűlölöd? Vicces. Rohadt vicces. Hát, bízunk benne, hogy így lesz. Nézd, szeretnéd egyből megkezdeni a harmadik köröd, vagy esetleg fújnál egyet és megtekintenéd a műhelyünket? Szerintem inkább tudjuk le, mert most nagyjából benne vagyok. Szerintem, hogyha megyek, utána megint vissza kéne szokni hozzá. Akkor utána nézünk műhelyt. Akkor kérlek, állj be a rajtba. Ez most egy 1.30-65, egy hibával, vagyis 1.35-65. Az jó, az egy 13 másodpercet vagy utolni. Igen. Mondtam, hogy a drámaiak a javulások, tehát a célod ez a mondjuk... 55-105, oda még akár be is érhetsz. Nélkül, a hiba nélkül azért jó volt, mert egész szépen... Vissza kell tolatnom, igen. Igen, itt legalább 10 másodpercet itt hagytál. Szerintem többet annál. Igen. Jó lesz. Bizakodom. Megpróbálom. Mindig a tárgy felé megyünk, az a lényeg. Legyen így. Mindig a fal felé. Volt-e élményed az ős magyar Swift-tel? Volt a családban. Na. Kettő is. Na. Eredeti volt a új. Szalomból kihozva, aha. Még volt az esztergomi Swift is, ugye az 1.3-as, de még volt egy korábbi, az még japán gyártású volt, az 1000-es, 3-hengeres. A 3-nővér, igen. Igen. És szüleim szerint az ment jobban. Én azt nem vezettem, mert én egyszer próbáltam vezetni gyerekkoromban a kis poszkinkat, akkor apám kijelentett, hogy amíg nincsen jogsit kisfiam, addig autóban nem ülsz. Ismerős helyzet. Igen. Hát Need for Speedon nevelkedett Tomika, beleült a kis poszkival, apa meg leizzadt. De egyébként úgy különösebben Swiftekkel nem volt más élményem. Keveset kell szerelni, és ezért szerintem neked ez nem annyira terep. Igen, sosem volt nekem Swiftem, én mindig valami sokkal-sokkal nagyobb szoporrollert szedtem össze magamnak, és ez nekem eddig kimaradt. Úgyhogy igazából, ha azt vesszük tulajdonképpen, az erősebben vesszük a Swift szüzessél, azt most fogom elveszteni. És ez egy remek alany ehhez, mert igen. Egyrészt eszméletlen a fényezése. Igen. 1.6, klíma, elektromos tükör, színes kárpit, fejtámla, minden benne executive van. Executive edition. Executive, így van, ez egy executive autó. 3, 2, 1, rajt! Igen, kellő óvatossággal áll neki, de inkább a folyamatos tempóra törekszik. Ez előző is nagyon jó volt, hogy neki ment, nem ment a falra. Nem,
teljesen ráéreztél az ízére, úgy látszik. Igen. És akkor itt próbáljuk megint közel tenni hozzá. Egészen a jobb oldalra, az lesz az. Nagyon király, hibáznom. Azaz. Talán nem döntöttem el, de... Nem, le nem dönt. Igen. Tárgynak megyünk, neki megyünk a falnak, itt is neki megyünk a falnak. Itt is neki megyünk, Ez az, gyere! 1-0-4. És akkor most kopra. Ó, hibáznak. Becsúszás. Tökéletes vége. Na lássuk. Volt hiba? Nem volt hibánk. 1-15. 55. Azért egy jelentős javulás. Igen. Egy 5 másodpercet bemaradt, amikor rossz szíven fordultam kifelé. Egy tolatás volt benne. Igen. De nézd, az egy perc környéke az kis nagy ráhagyással megvan. Középidőben szerintem simán beleférek. Mindig elmondom, hogy az a terv, hogyha kifut ez a széria, akkor a géptetőt elárverezzük. Úgyhogy szeretném, hogyha növelnéd az értékét egy aláírással. Rendben, hova szeretnétek? Tetszőleges helyre, körön belül, körön kívül, ahol neked szimpatikus és elfér a kézjegyed, a szignód, hogy még ilyen modorosokat mondjak. Akkor lehet, hogy ide egy sarkot kisajátítom, hogy az MHP Corporationnek. Privatizáld a sarkot. És az időt pedig, vagy odaírjam én? Odaírom én. Tehát Tomi, hát, ha jobbat írok. 0, 1, 15, 55. Nem is lett olyan rossz. Nem. Szerintem a tervezett cél az tökéletesen megvalósult, és azt mondtad, hogy jól érezted magad. Aha. De ugye nem csak a kamerának mondod, hogy jól érezted magad. Nem, tényleg jó volt. Egy kicsit mondom az elején, az úgy meglepett, hogy rúgtam volna neki egy jót, aztán, aha, igen. Vannak itt azért még merész keréknyomok, hogyha megnézed. Tehát... Akkor azért vannak ilyen típusú keréknyomok össze-vissza, mert... Hát volt, aki tiltásról indult. Ah. Rajta automatikával, mi egyébben. De hát mi ennek csak örülünk. Szándékosan raktunk az elejére egy nagyon tech kanyart, mert tudtuk, hogy ezt sokan el fogják követni, de mindegy is. Igen. Viszont ha már így beszélgetünk egy kicsit a szomorú dolgokról, ugye volt ez a kis, illetve tart ez a kis balhéd a hatóságokkal. Ne is menjünk bele, aki követi a munkádat, tudja, miről van szó. Így van, röviden az, hogy tulajdonképpen köteleztek autóid egy részének elbontására, bezúzására. Most igen, tehát nem mennék bele, de ez kicsit nem egészen köteleztek, ők azt mondják, nem köteleztek. Nekem ott azt mondták, hogy köteleznek. Aztán hát kijelentették, hogy mivel eladtam az autókat, ez az én személyes problémám, tehát innentől megmondta a hölgyemény a hivatalba, hogy ez az én tanuló pénzem volt. Nem is annyira fontos ez engem, inkább az érdekel, hogy emberileg hogy élted meg, hát, hogy nem voltak nagyon-nagyon brutális. Hát nem véletlen, hogy nem így sikerült az év. Hát félelmetesen mély időszakaim voltak ebbe az évbe. Abban a hónapban én nem aludtam, tehát így volt egy hét, amikor tényleg effektíve alvás nélkül toltam végig. Hát az autómentőt, amit béreltem, az autók elszállítását sikerült megtörnöm. Pedig aztán van némi gyakorlatom autómentőzésbe. Meglepő módon. Aztán... Hát most már egy kicsit már jobb, tehát most már tudok róla úgy beszélni, hogy ne legyen kétszeres vérnyomásom azonnal, és ja, de próbálom így humorral feldolgozni ezt az egészet, meg minden ilyesmit, ami velem történik, mert ha megnézed a videókat, akkor is gyakorlatilag a saját nyomoromon poénkodom, és igazából ez segít. Tehát tulajdonképpen az, amit a videókban látsz, az terápiás jelleggel én ki ventilálom magamból, hát felolvasom az ügyben kelt iratokat, meg ilyesmit, meg majd lesz, ami ki is lesz rakva, anonimizálva, mert olyan jó fanfiction ilyet még nem írt senki nekem. Aztán, hát emberileg ez egy brutális dolog. Hát gondolj bele... Megfordult a fejedben, hogy elengeded? Hogy abba hagyod? Volt gondolatom, igen, hogy mondom, hagyom az egészet a francba, de egyrészt akkor a bejelentő úriember nyerne, mert ő le is írta, hogy neki az a célja, hogy engem így... El lehetetlenítsen meg visszaküldjön dolgozni. Mert ez nem munka, tiéd sem munka, nem. Az sem munka ott. A munka az, amikor kimész kapálni és gyűlölöd az életed. Minden más nem munka. Gyárban 8 órában, az és munka. És gyűlölöd az életed. És gyűlölöd az életed. Az nagyon fontos, hogy gyűlölöd az életed. Meg a kollégáid is. A legfontosabb. Tehát emberileg ez egy brutális dolog. Tehát most én nekem 9 éve van ez az egész YouTube dolog, és
előtte is, utána is, azóta is autókkal, meg minden ilyesmire foglalkozom, meg ezzel kelek, ezzel fekszem, imádom, és hát mintha egy darabodat tépnék ki. Ráadásul úgy, hogy még neked kell érte fizetni, és még te buksz rajta, és még... És akkor még meglátjuk, hogy megyek-e vagy nem. Hova mész? Hát egytől öt év. Nem mondod komolyan. Ha nincs szerencsém. Beadjuk a tortát a ráspolja, hogy én mondtam, hogy figyelj, várom a kenyérötőt reszelőket, meg ilyeneket. Az, figyelj, az az évszázad közéletanyaga lesz a MH Blog Tomi börtönben egy illegális autóból. A semmiért gyakorlatilag. Igen. Egyébként valószínűleg nem. Tehát voltam olyan jó fiú az elmúlt 31 évben, mióta így élek, hogy valószínűleg maximum felfüggesztett. Ha már odáig eljutunk, akkor igen. Akkor egy kicsit a népharaggal igyekszünk segíteni neked, ezt azt hiszem megígérhetem. Igen, de nem ennyi szerintem jobban bele, mert... Nem, túl szép ez a nap, és tudjuk. Igen, egyrészt magunkat. Túl jó volt az autó ahhoz, hogy most ilyennekkel elcsesszük, másrészt meg... Itt most nem erről szól. Aki nem akarja, fönn a csatornámon, külön lejátszási listába, jó pár órányi, nyomasztó, elcseszett anyag, ami igazából arra jó, hogy megsporolni egy csomó kávét neked. Hát igazából még a nézőknek egy csomó pénzt a zsebébe hagyok, hogy nem kell kávét venniük, mert így föl fog menni a vérnyomásuk. Na, szóval... Ez a végszó, iratkozzatok fel Tomi csatornájára. Bár nyilván mi vagyunk inkább rászorulva, úgyhogy iratkozzatok fel ránk is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. És az ügykimenetétől függetlenül akkor a legjobbakat, és bízom benne, hogy fogunk még találkozni. Én köszönöm, hogy meghívtatok, és ha hasonló ötletetek van, nagyon szívesen vállalom, mert ez állat volt. Örülök, hogy tetszett, köszönöm. A Gonosz Fix következő vendége az őszintén órákról csapata, Ligetfalvi Viktor és Bredán Dávid.